egy malév ügy. Ez egy olyan malév ügy, ahol picit mások az érintettek, itt is van egy pénzügyminisztérium, illetve a pénzügyminisztérium alá tartozó adóhatóság. Hiszen a múlt héten sokan hallottuk, megjelent egy sajtóhír, miszerint 2008. októberében a malév köztartatásának behajtása miatt indult végrehajtási eljárást dr. Szikora János, az APEC elnöke egy elnöki levélben hozott utasítással leállította. Az adózás rendjéről szóló törvény egy szakasz 2-3 bekezdése az alábbiakként fogalmaz. Az adózó és az adóhatóság az ARTnak és más törvényeknek megfelelően gyakorolhatja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Ha a törvény az adóhatóságot mérlegelésre jogosítja fel, az csak a felhatalmazás céljának megfelelően a törvényes keretek között gyakorolhatja. Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül és a törvényeknek megfelelően jár el, intézkedik. Általános alapelv az is, hogy az adóhatóságnak eljárása és intézkedése során egységes mércét kell alkalmazni. Ezt az eljárást sokféle sajtóorgánum, legyen bal oldalon álló vagy jobb oldalon álló, másképp értékelte. Ezért kérdezem én az államtitkár úrtól, megfelel-e a valóságnak az, hogy az APEC elnöke írásbeli utasítására került sor a végrehajtás felfüggesztésére, és ha igen, akkor ez az intézkedés a megkülönböztetés nélküli és a törvényeknek megfelelő eljárási alapelvével összeegyeztető volt-e? Várom válaszát, államtitkár úr. Köszönöm szépen, megadom a szót Csépfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Országgyűlés, tisztelt képviselő, úgy gondolom, hogy a törvényesség az törvényesség, ezt csak egyféleképpen lehet értékelni. De azért az ügy előzményeként úgy gondolom fontos tudnunk, hogy az APEC még 2008. október 16-án, egy október 13-án lejárt 1,17 milliárd forint összegű közbetartozás befizetésének elmaradása miatt bocsátott ki inkasszót a malév 7 különböző banknál vezetett számlájára. Nos, a malév vezérigazgatója értesülve a végrehajtás megindításáról két nappal később írásban kért halasztást az inkasszóra az elsőfokú adóhatóságnak, melynek kérelmét Szikora János elnök úrnak is megküldött. Az APEC elnöke ezután a malév vezérigazgatójának kéreme mellé levéllel fordult az elsőfokú adóhatósághoz. Ennek a levélnek a tartalma azonban ma még nem ismert. Ebből következően nem lehet egyértelműen állítani azt, hogy az APEC elnöke adott-e utasítást az elsőfokú adóhatóságnak az inkasszó visszavonására. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr pontosan ezért rendelt el a vizsgálatot, hogy kiderüljön, történt-e törvénysértés a kérelem elbírálásakor. Amennyiben az APEC elnöke utasította az elsőfokú hatóságot, vagy maga döntött az inkasszó visszavonásáról, akkor ezzel jogsértést követett el. Javaslom képviselő úrnak, hogy várjuk meg a vizsgálat eredményét, hiszen abból egy héten belül kiderülhet, valóban adott-e ki jogellenes utasítás az APEC elnöke, vagy csak a tudomásra jutott információkat osztotta meg beosztottaival. A Nemzetgazdasági Minisztérium rövid határidő lejártával nyomban nyilvánosságra fogja hozni az ismertetett vizsgálat eredményét. Egy hét türelmet kérnék ebben az esetben, és abban azt hiszem egyetérthetünk, hogy a kormánynak komolyan kell gondolni, hogy a nemzetgazdaságilag fontos cégekkel sem lehet kivételezni közbetartozásuk fizetésénél. Semmiképpen sem tartható fenn az a helyzet, vagy az a korábbi gyakorlat, hogy a kisvállalkozások ellen azonnal lesújt az adóhatóság, míg a lobby képességgel rendelkező nagyvállalatok kibújhatnak az adóssági fegyelem alól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, államtitkár úr. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm, egy percben gyorsan. Köszönöm, államtitkár úr. Én is úgy gondolom, hogy a vizsgálat majd tiszta vizet önt a pohárba, és a vizsgálat térjen ki arra is, hogy itt nem csak egy egyszerű végrehajtás felfüggesztése történt, hanem már egy halasztott fizetés utáni végrehajtási eljárásnak a felfüggesztésére. Tehát úgy gondolom, hogy itt a lánc sorozatokat vizsgálni kell, hiszen ahogy az államtitkár is mondja, az nem megengedhető, hogy a kisvállalkozó, vagy esetleg kisebb lobby érdekkel bíró vállalkozásokra lecsap az adóhatóság, és könyörtelenül semmit nem ismerve tönkretesz a vállalkozásokat, míg esetleg nagyobb lobby erővel rendelkező vállalatokat így módon is életbe tud hagyni. Köszönöm a válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg az államtitkár úrat. Na, azt tudom ígérni, hogy a vizsgálat teljes körül lesz. Köszönjük szépen, köszönöm. Államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Vágó Gábor, az LMP képviselője, kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek.
egyetérte a Fidesz a saját kormányprogramjából. Beemelnie az alkotmányba a lakhatáshoz való jogot címmel. Vágó Gábor képviselő urat illeti a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Engedjék meg, hogy jó szokásomhoz híven idézzek a kormányprogramból. A banki és közüzemi tartozásokat felhalmozók lakhatását, fedél alatt tartását meg kell oldani. Nem élhet az utcán egyetlen család sem. A lakhatással kapcsolatos eddigi intézkedések jó irányban indultak el, ám inkább a közvélemény megnyugtatását szolgálták, mintsem a lakhatási problémát a gyökerénél kezelték volna. Az állóktárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítését nevezik kilakoltatási moratóriumnak, pedig a probléma jóval nagyobb körű annál, mintsem csupán ezzel a rendelettel kezelni tudnák. Ez egy ideiglenes, jó lépés, ám hosszú távon nem oldja meg a problémát, csak ideiglenesen elfedi azt. Több tízezer olyan család van, akiknek másokból lebeg a kilakoltatás réme a feje felett, nem csak a hitelkárosultak azok, akik az utcára kerülés szélén állnak. Egy tegnapi történetet engedjék, hogy hadd mondjak el. Egy szabolcsi család felmenekült Budapestre nagy valószínűséggel uzsorások elől. Az LMP szociálpolitikai szóvivője felhívta az illetékes diszpécser szolgálatot, ahol kiderült, hogy nincs hely a családnak a krízis anyagyermek otthonban. Egyetlen lehetőség, hogy a család szétszakad, és mindenki máshoz jut fedélhez. Hozhatnék példát az elhíresült arcátlan ferencvárosi szociális bérlakásokból való kilakoltatásokra és befalázásokra, amire a Város Mindenki Mozgalom demonstrációval felhívta a figyelmet. Szerintünk a problémát széles körülön és tartósan kezelni kívánó intézkedések kellenek. Meg kell vizsgálni, miként lehet a szociális bérlakás állomány növelni, meg kellene vizsgálni, miként lehet a lakás fenntartási támogatást kiterjeszteni, ki kell vizsgálni, hogy a szociális bérlakások fejlesztésére szolgáló MFB sikeres Magyarország programjában szereplő hitelt miért nem veszik igénybe az önkormányzatok kellő számban. És végül, már csak arra van idő, hogy megkérdezzem, miként kívánja a Fidesz-KDNP kormány a saját programjával összhangban megteremteni a szociális minimumot, hogy minden családnak legyen hol laknia, akár banki, akár közüzemi tartozás miatt kerül kilakoltatásra. A kormányprogramból kinyilvánuló akaratot arra, hogy egyetlen egy család sem kerülhet az utcára, kodifikálni szándékozik-e a Fidesz? Beemelnie a lakhatási jogot, lakhatáshoz való jogot az alkotmányba? Köszönöm. Köszönöm a fél perces türelmet. Válaszadásra megadom 2 percben a szót Réthei Miklós miniszter úrnak. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A szocialista kormányok szétverték az elmúlt 8 évben az otthonteremtési támogatások rendszerét. Magyarországot éllovasból sereghajtóvá tették, súlyos gazdasági válságba sodorva a polgárokat. Ebben a helyzetben vállaltuk, hogy segítünk azokon, akik elveszítik lakhatási lehetőségeiket, de nem vállaltuk, hogy az alkotmányban garantálnánk a lakhatáshoz való jogot. Tisztelt képviselő úr, a Nemzeti Együttműködés Program itt az idő, hogy megteremtsük a szociális biztonságot részében. Vállaltuk, hogy új alapokra helyezzük a szociális biztonság politikáját. Kiemelt célunk az otthonteremtés és a lakhatás támogatása. A családok erősítésére vonatkozó elképzeléseink között azt rögzítettük, és hogy újra idézem, családpolitikánk lényege, hogy minden család számít. Egyszerre kell a legszegényebb, már lakhatásban is veszélyeztetett családoknak segíteni, a lecsúszóban lévők romló helyzetét kezelni, és a középrétegek elszegényedését megállítani. Az idézet vége. A nyomor enyhítésére ígéretet tettünk arra, és most én is idézem azt, amit képviselő úr idézett, a banki és közüzemi tartozásokat felhalmozók lakhatását, fedél alatt tartását meg kell oldani. Nem élhet az utcán egyetlen család sem. Egyet viszont nem ígértünk a kormányprogramban, mégpedig azt, hogy a lakhatáshoz való jogot az alkotmányba illesztjük. Viszont a kormány hisz abban, és ma két egy interpellációra és egy napirendre előtti kérdésre adott válaszomban kitértem ezekre a kilakoltatással kapcsolatos állásfoglalásunkra, terveinkre, hogy az emberek saját erővel, akarattal és szorgalommal képesek a nagy válságból kilábolni, akiknek pedig ehhez a megfeszített erejük sem elég, azoknak az állam a szociális ellátórendszer keretei között nyújt segítséget. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszont válaszra van lehetősége képviselő úrnak. Tisztelt miniszter úr, köszönöm a válaszát. Ezekkel a válaszokkal nagyjából szakmailag egyet tudok érteni. Viszont azt szeretném megkérdezni miniszter úrtól, hogy a Fidesz-KDNP frakció, nem volt visszafogott az alkotmánymódosítással kapcsolatban eddig sem, és hogyha van egy olyan érték, amit önök is értéknek tekintenek, és hosszú távon szeretnék ezt az értéket megvalósítani, akkor miért ne lehetne ezt az értéket az alkotmány szövegtestébe is beilleszteni? Ez az érték pedig az volna, hogy mindenkinek legyen biztos lakása, ami az alapvető emberi méltóságnak az alapja. Ezért azt szeretném kérni a Fidesz frakciót, illetve azt az alkotmányt előkészítő bizottságot, hogy ezt fontolja meg, hogy egy közös cél, egy közös akarat, ami úgy tűnik, hogy az egész parlamenti patkó 4/5-ének a közös akarata, ezt beleillesszék az alkotmányba, hiszen eddig is hosszú távú az állam berendezkedését és az alkotmányt befolyásoló döntéseket megmertek hozni, merjék vállalni ezt a felelősségteljes döntést is. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Miniszter úr. Mondom, hogy az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az alkotmány 70/E paragrafus első bekezdésében szabályzott szociális biztonsághoz való jog a megélhetési minimum állami biztosítását tartalmazza, amely a szociális ellátások összessége által nyújtandó. Ebből konkrétan meghatározott részjogok, így a lakhatáshoz való jog, mint alkotmányos alapjogok nem vezethetők le az álláspontunk szerint. A megélhetési minimumot és ezáltal az emberi méltósághoz való jogot az ellátórendszer részjogosítványainak összessége kell, hogy biztosítsa. Az államnak e körben természetesen az emberi életet és létfeltételeit is védenie kell, és ezt minden körülmények között vállalja a kormány. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Wintermantel Zsolt, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Korrupciós ügyek a Volánbusznál címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadása Fónagy János államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselő úr, elfogadja a válaszadó személyét? Igen, jelzi, hogy igen. Önni a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A korábbi szocialista kormányok intézkedéseinek eredményeként megszűntek a kistelepülési postahivatalok, bezártak az iskolák és orvosi rendelők, amiért a lakosságnak más településre kell utazniuk. Ugyanakkor megszűnt számos vasúti szárnyvonal, a távolsági buszok esetében viszont nem hajtották végre a járatsűrítést. Annál inkább véghez vitték a járatok kiszervezését. A Volánbusz járatainak több mint harmadát, 36%-át már kiszervezte, a zsámbéki érdi vonalon a Kontaktbusz Kft., a gyöngyösi jássági egri vonalon a Color Tours Kft., a Váci és Gödöllői térségben pedig a TND buszprojekt Kft. Szolgáltat. Ezekben a társaságokban az a közös, hogy kivétel nélkül offshore hátterűek, a tulajdonos Luxemburgban van bejegyezve. Ha valaki a céghálót végigköveti, kiderül, hogy mindegyik esetben a sor végén ugyanaz a tulajdonos. Egyébként az ügyben kartelezés miatt április óta a gazdasági versenyhivatal nyomoz. Vagyis a Volánbusznál évek óta olyan cégek végezhetnek közszolgáltatást, amelyeknek a tulajdonosi háttere nem tisztázott. Ezek a cégek egyébként szinte csak Qinglong nevű kínai buszokat üzemeltetnek, a buszokat forgalmazó cég is Luxemburgban van bejegyezve. A Qinglongok műszaki állapotát egyébként a Nemzeti Közlekedési Hatóság korábban nem találta megfelelőnek. Adódik hát a kérdés, hogy az új kormány vizsgálja-e a kiszervezések jogosságát, módját, annak hatásait. Hasonlóan fontos kérdés, hogy kiknek szervezték ki a járatokat. Felmerülhet-e, hogy összefonódás van az említett cégek között, esetleg a Volánbusz menedzsmentjének egyes tagjai is érintettek, érdekeltek lehetnek az említett kiszervezésekben. A Fidesz kormány szerint ez megengedhető-e? Tudhatjuk-e, kinél landol a milliárdos profit? Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkárnak.